Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt Gazdagréten, megújult templomunkban, és a televízió képernyői előtt. Krisztus királyt ünnepeljük, ami megváltunk személyében. Az Úr Jézus, ami lelki uralkodónk, ki elhozta közénk a mennyek országát, amelynek tagjai, amelynek polgárai lehetünk. Krisztus király ünnepe az iránta való hűségre és engedelmességre is figyelmeztet bennünket. Ezzel a jó elhatározással vizsgáljuk meg lelki ismeretünket a Szentmise kezdetén, a Szentmisét elhunyt szeretteink lelki üdvéért, halottainkért ajánljuk föl. Adja az Úr, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, Te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett fiadban, a mindenség királyában megújítasz mindent. Hadd, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, színe elé vetették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek őt kell szolgálnia. Hatalma örök hatalom, amely nem enyészik el, és királysága nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje. A jelenések könyvéből. Testvéreim, Jézus Krisztus hűséges tanú, és elsőszülött a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Férjével megváltotta bűneinktől, s atyának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Nézzétek, közeledik a felhőkön. Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. A föld népe veri majd mellét. Igen, ámen. Én vagyok az alfa és az omega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő, a mindenható. Ez az Isten igéje. Oh.
legyen veletek. És Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked róla? Pilátus ezt felelte, hát zsidó vagyok én, saját néped és a főpapok adtak a kezembe, mit tettél? Ekkor Jézus így szólt, az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte, tehát király vagy? Jézus így felelt, te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Ezek az evangélium igéi. Áldunk éget, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdag Réten és a televíziók képernyői előtt kihallgatás történik Pilátus előtt, elővezetik a vádlottat. A korabeli jogi szokások szerint van lehetőség a védekezésre, az érvek előadására, a szembesítésre a vádlókkal, akik ugyanakkor nincsenek itt, mert nem lépik át a tisztátalan ház vagy terület küszöbét. Pilátus zavartan folytatja ezt a párbeszédet, hiszen tudja jól ő is, és a helyzetből is kitűnik, hogy itt a nép, pontosabban a nép vezetői vádaskodnak, és főként vallási törvényekre hivatkoznak, és ilyen érveket hoznak elő. Mégis álságos módon politikai színezetbe öltöztették a problémát, mivel Pilátus is így tud kihallgatást végezni, és pogány elnyomó hatalom képviselőjeként így tud majd ítéletet hozni, hogy itt van valaki lázadó, aki veszélyezteti a római uralmat, aki politikai hatalomra tör. Az Úr Jézus tisztázza ezt a kérdést, és kimondja, az én országom nem ebből a világból való. Világosan kitűnik tehát, és bizonyára ezt Pilátus is érzi, hogy itt ő már nem a hatalom képviselője, nem így beszélget Jézussal. Ott áll valaki előtte hatalmas erkölcsi fölénnyel, aki arról beszél neki, hogy ebben a világban vannak mély emberi kérdések, sokkal nagyobbak, mint az uralmi rendszerek hatalmi problémái, vagy az evilági dolgok ügyes, bajos nehézségei. Van valami más ország, valami természet fölötti világ, amelyben valójában azok lehetnek és létezhetnek,
akik nem földre szegezett tekintettel élik az életüket. Bizonyára benne van Szent János evangéliumában a korabeli kereszténységnek és a pogány világnak a találkozása, hiszen azt a küldetést kapja a keresztény ember, hogy felhívja a figyelmet a természet fölötti élet valóságára, maga is ilyen szemlélettel és értékrenddel gondolkodjon és élje az életét. Jézus és Pilátus párbeszédében tehát kitűnik ez a szembenállás, és Jézusnak a válaszai mind arra utalnak, és ez a mai ünnepnek az üzenete is, hogy valamilyen más létrend vesz körül bennünket, amelyben élünk, mely nem kézzel fogható, nem mérhető, rejtett módon van itt, ahogy az egész tanító küldetése során az Úr Jézus beszél a mennyek országáról, mindig rejtett módon fogalmazza meg, vagyis a mennyek országának a jellegét mutatja be rejtett módon, mint a mustármag vagy a kovász, amely szinte észrevétlen, és aztán majd kiteljesedik. Krisztus királysága tehát a hívő ember számára azt jelenti, hogy elérkezett az Isten országa, és mi ennek az országnak lehetünk, ennek a közösségnek lehetünk a tagjai. Egyszer, mint jelenti ez Isten kegyelmi rendjét, hogy Isten segít bennünket, és kegyelmével vezeti az életünket, és a királyság fogalmában benne van az is, hogy mi emberek engedelmeskedünk, vagyis a magunk érdekében hasznos és kötelesség az engedelmesség, hogy Isten országa megvalósuljon bennünk. Az én országom nem ebből a világból való, mondja az Úr Jézus. Szemben áll tehát az evilági és a természet fölötti, Krisztus királyságában szembe találkozik a földi dolgok sokassága és a mennyei végtelen világnak gazdagsága. Szembe találkoznak azok, akik földre szegezett tekintettel élik az életüket, csak e világban keresik az életük értelmét és boldogulását. Szembe találkoznak azokkal, akik a természet fölötti élet útját járják, és tudják azt, hogy az életünk végső célja az örökké valóságban, Isten végtelen országában bontakozik ki. Nagyon fontos úgy szemlélnünk az életünket, a vallásos életünket is főként, hogy meg tudjuk különböztetni az evilági dolgokat és a természet fölöttieket, de ez a megkülönböztetés egyszer s mint azt jelenti, hogy az evilág dolgait úgy használjuk, hogy minden örök értékűvé legyen a kezünk nyomán, vagy a döntéseink következtében, de tudnunk kell, hogy van evilági rend, szokásrend és viselkedési rend, ugyanakkor van természet fölötti, amely már a szakrális, az isteni világba helyez bennünket. A hívő ember életében egyszer s mint jelen van az evilági, az idegen szóval profán, és ott van a természet fölötti, más szóval a szakrális. Így éljük mi a hívő életünket, és valamiképpen ezt szemlélhetjük a Biblia történeteiben, vagy az egyház történelmében is. A hívő ember egyszer s mint tud élni az evilági dolgokban, de nem kizárólagosan ebben, és ugyanakkor tud élni a természet fölöttiben, a szakrális létrendben. Jákob, az ószövetségi pátriárka, vándorlása közben megpihen és elalszik egy kövön, és álmában csodálatos jelenséget lát egy égigérő létrát, melynek a fokai a mennyei világba érnek föl, és az Isten angyalai fel alá járkálnak
ezen a létrán, fel alá járkálnak e világ és a mennyei világ létrendje között. Amikor felébred álmából, megjelöli ezt a helyet, olajjal önti le ezt a követ, ahol aludt, és elcsodálkozik azon, hogy itt van az Isten közel hozzánk, az ő világa lejön ide a földre. Ez az Isten háza, ez az ég, ez a menny kapuja, ezt mondja, miután mintegy fölszentelte azt az egyszerű követ, amely ugyanakkor oltárrá lett, és a természet fölötti világnak a jelévé. Nemrégiben olvastuk Dániel könyvéből, a Szent Zsolozsma egyik olvasmányaként, Baltazár királynak a történetét. Ez a jelenet egyébként szépen szemlélhető a pannonhalmi bencés apátság, főapátság díszes barokk ebédlőjének egyik képén. Ismerjük a történetet, amikor megjelenik egy kéz a meszelt falon, a menetekél Fares felirattal, mely üzeni a királynak, hogy könnyűnek találtatott, és megdől az ő királysága. De azt megelőzően igen vakmerő cselekedetre szánja el magát Baltazár király, mert előhozatja a jeruzsálemi templomból elrabolt szent edényeket, amelyeket Nebukadnezár király hozott el az ő atya, és profán dínomdánomra, lakmározásra akarja azokat használni, és együtt eszik-iszik ő is és a főemberei a jelenlévő társaság a szent edényekből. Egyszer, mint büntetés is ez az üzenet és annak a következménye, és példa arra, hogy a szent dolgokat szentként használjuk, és Istennek szenteljük, mert ez a szakrális fogalmának a jelentősége, hogy amit Istennek ajánlunk, az már szent használatban van. Amit pedig e világi dolgokra használunk, az pedig e világi profán dolog marad. A szent zenében is gondoljunk erre ma Szent Cecília emléknapján, az egyházi zene védőszentjének napján. A szent zene is olyan valóság, amely különbözik a világi zenétől, a világzenétől. Azért is olyan szigorúak az egyházi rendelkezések, hogy a szent liturgia szolgálatában szakrális darabok szólaljanak meg. Ahogyan a hagyomány, a legenda úgy mondja magáról Szent Ceciliáról, hogy vértanúsága közben mennyei orgona hangjait hallotta. Tehát az ő szent áldozata, ahogy vértanúvá lett, egyszer s mint az égi zenét szemlélte és hallgatta, a mennyei világba készülődve. És ez a világ jön le, miként Jákob létráján keresztül az angyalok lejönnek ide közénk. Ugyanígy ennek a mennyei zenének a hangja is megszólalnak itt a szent liturgiában, mert ez szakrális ajándék és szakrális szolgálat. Nagyon fontos szívünkbe vésni ezeket az igazságokat, és még arról kívánok szólni, nem utoljára, és bizonyára fogom még magamat ismételni, hogy itt a mi templomunkat is szakrálissá kell tennünk. Nem az építkezés által csupán, mert így tervezték, így újították fel a templomot, hogy templomi liturgikus használatra fordítsuk ezt. A templomnak a szakrális jellege nem csak a berendezése, kialakítása által valósul meg, hanem a benne lévők és ideérkezők és itt imádkozók lelkülete, viselkedése által is. Sok minden megváltozott a templomunkban a felújítás következtében, van, amit magam is tudatosan kértem, és talán az egyik legszembetűnőbb változás, hogy befalasztuk a szentély ablakait, nem csak azért, mert itt készülőben lesz, reméljük hamarosan, a szentély mozaikja,
és nem csak azért, mert a szembefény zavarta a kedves híveket az oltár szemlélésében, annak láthatóságában, hanem arra is gondoljunk, hogy a kedves testvéreim onnan a széksoroktól a világot szemlélték. Valamiképpen ellenkezik avval a jelleggel, hogy bejövünk ide a templomba, és a mennyországot kell itt szemlélnünk. Bizonyára csodálatos volt, és kilátónak, vagy panorámaterasznak csodálatos lenne a látvány, vagy aki megyünk, akkor a teraszról ilyen is maradt, hogy szemléljük a csodálatos környezetünket, ezt a tájat, amely körülvesz minket, de nekünk nem ezt a világot kell szemlélnünk, hanem a mennyeit. Sok változás történt, vagy történik majd, ezek a széksorok is kikerülnek, és templomi padok kerülnek be a templomba majd, ahol térdelni is lehet, letérdelni a szent előtt a térdeplőkre, de talán az a hangulat is megváltozik, amit László atya sem gondolt tudatosan vagy akart, csak ilyen jellegűvé lett a templomnak a kialakítása, olyan, mint egy körszínház, ahol vannak nézők, és van egy színpad, vagy van egy porond, amit lehet nézni, mert itt történnek az események. És talán a készülődésünkben, a részvételünkben is sokszor előkerült ez a hangulat és ez az állapot, hogy miként a színházban, hát itt bent is kedélyesen készülöttünk a misére, örültünk a találkozásoknak, egymással beszélgetve, vártuk a szentmise kezdetét, mihelyt pedig befejeződött, már is folytathattuk az egymással való értekezést, mert valamiképpen olyan hangulat volt korábban, amely a színházi előadásokra emlékeztetett. Nem szerencsés, sőt nem helyes, hogyha elfeledkezünk ennek a térnek szent jellegéről. Itt van ez a nagy üres terület, amely megfeleződik hamarosan, mert egy térdeplő kerül ide a szentély lehatárolásaként, hiszen a kopolának a vonala lehatárolja és íve lehatárolja a legszentebb helyet, amit régen az Ószövetségi templomban a szentek szentjének mondtak, ahol az áldozat történik, az itt van, az oltár, valójában ez a szentek szentje, és ezt a szent helyet, mint egy jelzésképpen elválasztjuk attól a tértől, ahol még a világi közlekedés történik, hiszen be kell jönni ide a templomba, el kell foglalni a helyünket, de a szent cselekmények már a mennyországot és nem ezt a világot jelentik. Amikor ilyen nagy teret le kell küzdeni, az ember hajlamos arra, hogy siessen. Nagyon sokszor előfordultak itt a sietős léptek, netán szaladás, szaladgálás, dupla lépcsőjárás. Tehát a szent helynek erről a hangulatáról, illetve a természet fölöttiségéről sokszor elfeledkeztünk. Az is gyakori jelenség volt, hogy átjáróháznak tartottuk a templomot, mert innen föl kellett jutni a tükörteremhez, vagy a másik irányból valami másik pontra. Ez sem helyes, és én ezt a munkatársaimtól is fogom kérni, hogy ne legyen átjáróház a templom, mert az nem ezt a célt szolgálja. Le kell küzdeni a nagyobb távolságokat, háló Isten, hogy ilyen nagy tereket birtokolhatunk, de ezt mind figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy ez a tér szakrális hely legyen. Külön kértem azt, hogy az oltár körüli rész ne körbe lépcsőszerű legyen, mert bármilyen pontról mindenki, ahogy gondolta, bármilyen irányból ide följött az oltárhoz. Itt három lépcsője van az oltárnak, mert nem oda megyünk az oltárhoz, vagy nem bemegyünk a templomba, hanem az oltárhoz vonulunk, bevonulunk ünnepélyesen, mert az Isten színe elé járulunk, és nem duplán vesszük a lépcsőket itt, ahogy itt a kialakított tér erre kínálkozott,
Itt körbe a minisztránsok térdeplő helye lesz, ahol a szent szolgálattevők leborulnak az Úr elé. Nem lépcsőként használjuk ezt a teret, hanem a kijelölt helyeken van itt a közlekedés. Úgy tűnik, hogy ezek külsőségek, részletkérdések, de térjünk vissza az előbb említett szentírási példákra, amelyek mutatják, hogy van szent hely. Jákob kimondta, mi is ezt mondjuk, ez az Isten háza, ez a mennyország kapuja. És valóban itt ér le, vagy innen indul föl az a létre, amely az ég felé vezet. Higgyünk abban, hogy mi itt a szent angyalokkal együtt szolgálunk az Úrnak. Az valósul meg, amit Izaiás próféta látott, amikor látta a dicsőség trónján az Urat, és körülötte az angyalokat. És elnémult az ajka, és megérezte a maga méltatlanságát ahhoz, hogy a szenttel találkozzon. Nekünk is ezt az illetődöttséget, ezt a szent áhítatot kell hordoznunk a szívünkbe, mert mondjuk ki Krisztus király ünnepén, hogy itt van az Úr Jézus trónja, az oltár az ő trónusa, amelyben az ő isteni ajándékait osztogatja, és erről a helyről emel föl bennünket az ő életébe és az ő világába. Ez Krisztus királyságának a lényege és üzenete, és ehhez kérjük az ő megerősítő és bölcsességet adó kegyelmét. Tudjuk megérteni, mit jelent az ő királysága. Itt van közöttünk az ő országa, mely számunkra a szentségekben, ezen a szent helyen bontakozik ki, itt a mi templomunkban és minden többi katolikus és Istennek szentelt templomban. És ez az ő trónusának trónterme, ahol kegyelmét osztogatja, és ahol mi megszentelődünk, megerősödünk, hogy kilépve erről a szent helyről a mindennapi szolgálatunkat engedelmesen végezzük Isten iránt. Adja meg az Úr, hogy megszentelődjünk az ő hajlékában, és életünk minden tettében megvalljuk, ő a mi királyunk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, testvéreim, a mi Urunk a királyok királya és az uralkodók ura. Hódolatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket. Te vagy, Urunk, az örök és egyetemes király. Terjeszd ki szelíd uralmadat minden emberre. Te vagy, Urunk,
a szentség és a kegyelem királya. Szenteld meg egyházadat. Te vagy, Urunk, az igazságosság és a béke királya. Adj békét a népeknek. Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet királya. Erősítsd meg a keresztény családokat. Te vagy, Urunk, a jóság királya. Gondviseléseddel gyámolíts minden embert. Hittel valljuk, hogy Te vagy a mindenség királya. Irgalmas jóságoddal hallgass meg esdeklő népedet, és áld meg örökségedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Éreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, és könyörögve kérünk, hogy az egység és a béke ajándékát adja meg minden népnek, szent fiad, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A Te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az öröm olajával örök főpappá, és a mindenség királyává kented, hogy a keresztoltárán tökéletes engesztelő áldozatul, felajánlva önmagát, véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalma alá vetett minden teremtményt, az örök és egyetemes országot mérhetetlen fölségednek átadja. Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból, akikért novemberi szentmiséinket fölajánljuk. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Cecíliával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Köszönjük veled.
béke veled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozza szentmisén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Jézusom, Istenem, hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztfán. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igazmondó vagy. Jézusom, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megbántottalak. De többé nem vétkezem, inkább meg akarok halni, mint vétkezni. Utánad vágyódik a lelkem. Jöjj Jézusom, jöjj szívemben, és maradj velem. Átkarollak, mintha valóban bennem volnál. Örök hála jóságodért. Amen. Könyörögjünk. A halhatatlanság eledelét magunkhoz véve kérünk, Istenünk, hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, hogy Krisztust, a mindenség királyát szolgáljuk, a mennyek országában örökre vele éljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvéreim, a szentmise végén köszönetet mondok énekkarunknak az immár 11 éves szolgálatáért és a mai szép liturgikus szolgálatért, kórusvezetőnknek, Gittának, orgonistánknak, Péternek, és minden kórustagnak, és mindazoknak, akik templomunk szépségén, tisztaságán, közösségépítésén fáradoznak, hogy Isten fizesse meg mindenkinek, mindnyájatoknak a szolgálatát, amit ezért a szent helyért és a szent liturgiáért tesztek,
hogy az Úristen zsámolyánál itt, az ő oltáránál méltó áldozatot tudjunk bemutatni. A mai alkalommal persely gyűjtésünket a Szent Erzsébet Karitász javára, rászorulóink megsegítésére fordítjuk. Országos gyűjtés van ma templomainkban, a mi gyűjtésünk eredményét is beküldjük a Főegyházmegyei Központba. Most a szentmisét követően rövid zenés áhítatra, egy kis házi hangversenyre kerül sor, aki teheti, maradjon velünk. Kórusunk és orgonistánk közreműködik a szép zenés áhítatban. A héten Szentföldre indulok a korábban meghirdetett zarándoklat vezetésére. Távol létemben Lőrinc Péter és Simonyi Molnár Balázs atya helyettesít majd a szentmiség bemutatásában. Mához egy hétre Lőrinc Péter atya lesz a szentmise főcelebránsa. Nincs már idő, hogy részletezzem a változásokat. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy a régi tükörterem felőli, most kávézó felőli bejárat immár megnyílott, illetve hétköznap itt tudunk bejönni a templomba. Itt középen csak az üvegajtókig, de aki szeretne bejönni a templomba, innen a új porta szolgálat felől tud majd betérni, ide imádkozni. Természetesen a szentmisék alatt nyitva van a központi bejárati ajtó is. A templomtól jobbra eső parkolóhely is megnyílt, még van ott néhány eszköz és konténer, ezeket majd ezeket elszállítják a héten, tehát a szentmisékre az a parkoló is igénybe vehető a kedves testvérek számára. Az urnatemető bejárata is visszakerült az eredeti helyére, tehát jobb oldalról tudunk majd lemenni az altemplomba, bal oldalon csak vészkijárat van, tehát onnan nem tudjuk megközelíteni az altemplomot. A Szent Katalin búcsú szerdán, november 25-én lesz a Tabáni templomban, mindenkit szeretettel várnak. A jövő vasárnap új egyházi év kezdődik, a céljelzésű liturgikus év. Advent folyamán pedig szokásos módon kedden és pénteken lesznek 6 órakor itt a templomban a Róráti Szentmisék. A mai zenés áhítatot követően mindenkit szeretettel várunk majd a kávézóba, illetve a gyülekező előtérbe itt a templom jobb oldalán. Fogadjuk életünkre, mind a jelenlévők és mind a kedves televízió nézők, fogadjuk életünkre Isten áldását. Az Úr legyen veletek! A mindenható Isten, aki szent fiát küldte közénk, és a megváltó szolgálata által a dicsőség királyaként uralkodik közöttünk, szent lelke erejével árassza reátok bőséges áldását. Amen. Áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek öröm ára. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánnak a kísértéssel lehetőség oldalán. Te fedezve kérjük, parancsolj az Isten, te pedig a mindenségeket kezdjél, a sátánk és a kérjük hozzá szerint, akik a lelkeket szépen kérjük. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, Értrel csinai Szent Pió atya, Magyarok szent őrangyala,
Mindnyájan szent angyalok, Istennek minden szentjei,